Az egyetemek közötti kulturális párbeszéd nélkülözhetetlen. A nemzetközi esítés céljával szerveztek újra tematikus egyetem programsorozatot, közölte Nagy Nés Melczer Erika. Az intézménynek többszintű kapcsolatrendszere is van, a kutatóknak egyéni szakmai szinten, valamint többek között a frankofon partnerekkel és a határon túli magyar egyetemekkel is aktív a nyíregyházi egyetem kapcsolata. Ezeken túl az Erasmus kereteket kihasználva igyekeznek további együttműködéseket kialakítani. A háromnapos programban különböző előadásokat szerveztek az érteklődők számára. A jászvásáriak, kurozsváriak, Bábes-Bújai Egyetemről eljönnek, Kárpátaljáról érkeznek, illetve érkezik majd a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola rektorasszonya előadással. Hallgatóinkat tekintve pedig Törökország, Szlovákia, Lengyelország, és még lesz egy lengyel előadónk is, elfelejtettem említeni, tehát nagyon színes a paletta. A tervek között szerepel, hogy a Nyíregyházi Egyetem azokkal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel, amelyek tanárképzéssel foglalkoznak, egy közös, akár fél éves képzést vagy gyakorlatot indítson. Ilyen esetben ugyanis nyelvi akadály sincs, tette hozzá Nagy Nés Melczer Erika. Az Erasmus Plus program segítségével tavaly áprilisban 6 külföldi diák tanult a Nyíregyházi Egyetemen. Ez a szám most 33. Az biztos, hogy miután angol nyelv ismerete szükséges, a tanárképzés az nem igazán területe, a célterülete a külföldi diákoknak, de a műszaki és a gazdálkodás szakjaink biztosan mindenféleképpen. Egyébként azért, hogy a hallgatóink, vagy ahhoz, hogy a hallgatóink ki tudjanak menni külföldre, és fogadjanak, az intézmény fogadni tudjon külföldi diákokat, nagyon sok erőfeszítést kellett tennünk. Egyrészt a képzési palettánkat színesítettük angol nyelvi kurzusokkal, hát amit fölvetnek a török, lengyel, szlovák, román diákok, és a hallgatóinak pedig nagyon komoly pályázati keretekből biztosítunk kurzusokat, idegen nyelvi kurzusokat azért, hogy minél bátrabban merjenek külföldre utazni. Az Erasmus Plus pályázat célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy a programban résztvevő országbeli felsőoktatási intézményben. Ez segíti a hallgató tanulmányi előremenetelét és személyes képességeinek fejlesztését. A programban az Európai Unió tagállamai, illetve néhány más ország is részt vesz, mint például Izland, Norvégia és Törökország. A diákok hallgatói ösztöndíjat is kapnak külföldi tanulmányaik során, magas, közepes és alacsonyan megélhetési költségű országtól függően, ez havi 300 és 500 euró között van. Pályázatot a Nyíregyházi Egyetem nappali vagy levelező tagozatos hallgatói nyújthatnak be, akik alap, osztatlan és mesterképzésen vagy felsőoktatási szakképzésben aktív jogviszonnyal rendelkeznek. Legalább 2 lezárt fél évük van, és a fogadó intézmény által elvárt nyelvtudással rendelkeznek.